Hétfőn délután nem turisták, hanem donorok sorakoztak az érseki palota bejáratánál. A Magyar Vöröskereszt Heves megyei szervezetéhez és az EGRI területi vérellátó szolgálathoz ezúttal a Szent István Rádió és Televízió csatlakozott annak érdekében, hogy minél több embert buzdítsanak az eféle segítségnyújtásra. Sokszor hallom a médiában, hogy milyen fontos az, hogy adjunk vért, vagy többször kértek már tőlem úgy is, hogy valaki műtétre készül, és egy külön a vércsoportunk megegyezett, és hát hál' Istennek van, egészséges vagyok, és mint a Jób könyvében az Úr adta, az Úr elvette, tehát hogy ami van, az szívesen adok, hogyha valakinek a gyógyulására szolgál. A Szent István Rádió és Televízió már 6. alkalommal állt a jó ügy mellé. Divatos, illetve gyakran használt kifejezés a társadalmi felelősségvállalás. Mi ezt úgy fordítjuk le, hogy cselekvő szeretet. Fontos, hogyha már beszélünk a véradás fontosságáról műsorainkban, akkor egy-egy évben egy alkalmat is kerítsünk arra, hogy a gyakorlatban legyen lehetőség a segítségnyújtásra. Azt gondolom, hogy ez erősíti a hitelét annak, amikor arról beszélünk, hogy fontos a véradás. A Magyar Vöröskereszt megyei véradás szervezője szerint nagy segítséget jelent, amikor egy-egy médium is támogatja az eseményt. Ez is a különböző rendezvények is hozzájárulnak ahhoz, hogy megfelelő szintre emelkedjen az országos vérkészlet. Bika vérünnepen kint voltunk, és igazán nagy sikere volt a véradásnak, illetve a véradó busznak, úgyhogy nagyon sokan eljöttek oda is. De sok rendezvényen voltunk ott, például az EGRI várba is, a végvári vigasságokon, és ezek mind fontos. Szívesebben vannak véradók, akik szívesebben jönnek ilyen rendezvényre, mert szeretik körülötte a nyüzsgést, meg azt, hogy egy kicsit mozgalmasabb a véradás, mint egyébként. A Szent István Rádió és Televízió véradásán 50-en tartották tű alá karjukat. Legközelebb pedig a Városháza üvegtermében várják majd a donorokat szerdán délelőtt.